Az adományozási szerződést írja alá Kraszmajer Zoltán, a Széchenyi Gimnázium igazgatója, a kiadó képviseletében Szemenyei István és a könyv szerzője Eberhard Béla. Mint azt a könyv írója elmondta, a Szalki-szigetről szóló kiadvány több szempontból is hiánypótló alkotás, ezért vélték úgy, hogy szélesebb körben is megismertetik a Dunajvárosiakkal. Tulajdonképpen a város történetét nagyon sokan földolgozták már nagyon sok formában. Rengeteg a visszaemlékezés, rengeteg a történelmi dokumentum. Tehát tulajdonképpen nincsen olyan szelete ennek a város történetnek, amelyikről ne szólna valami. De furcsa módon a Szalki sziget valahogy kimaradt ebből. A Szalki sziget, amelyik pedig egyik legfontosabb eleme a új város építésének, ugye a ipari kikötő, amely nem akármi, és a város vízbázisa. A kiadvány elkészítését gondos kutató munka előzte meg, amely során a szerző különböző forrásokat használt. A helyi írók műveit, Fehér megyei évkönyvet, és olyan visszaemlékezéseket, amelyek a sajtóban nem jelentek, meg használtam, levéltári kutatásokat nem végeztem. A sajtó minden egyes példányát 1950-től 1992-ig átnéztem oldalanként minden helyi újságlapot, és azt, amit a Szalki-szigetről találtam benne, azt rögzítettem, és megpróbáltam egy olyan történetbe illeszteni, amely aztán országos lapokból is. Hát például a 1956-os árvíznek a történetét. Elég nagy pusztításokat végzett Tolna megyében ez az árvíz. De hogy mi történt Pentelén a szigeten, azt nagyon kevés emlékező rögzítette. Mint megtudtuk, bár a könyv továbbra is értékesíthető lenne, a szerző és a kiadó együtt úgy döntöttek, adományozás útján könnyebben eljuthat az olvasókhoz. De sokkal jobb az, hogyha ez a könyv kezekbe kerül, forgatják, olyan családok könyves nem pihen, hanem ott is olvasgatják, ahol, ahol értő figyelem kíséri ezt a könyvet, és elterjeszti ezeket az ismereteket. Úgyhogy először a Széchenyi gimnáziumba látogattunk, itt hagyunk száz példányt, majd a Móricz Zsigmond általános iskola következik, és hát a múzeumba is, mert úgy gondoljuk, hogy az is egy kulturális csomópont. A Mi Szalki Szigetünk című könyv folytatása Dunajváros után Szalk -Szent Márton oldaláról mutatja be ezt a tájegységet. Az érdeklődők a teljes kötetet megtalálhatják digitális formában,